Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. A Békés Csabai Magyar-Finn Baráti Kör mozgalmas évet tudhat maga mögött. Idén pedig már a 40. születésnapját ünnepelheti a szervezet. Tevékenységükről a kör elnökével, Lupták Zoltánnal beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hát itt elhangzott a bevezetőben, hogy egy meglehetősen széles kör az, amelyet egyébként a és megint csak kör, baráti körnek a tevékenysége lefed, és hát beszéltünk itt a műsor előtt, ezt talán elárulhatjuk a nézőknek is arról, hogy mennyi mindenben érintett a baráti kör. Egy kicsit beszéljünk akkor erről. Köszönöm szépen. Békés Csaba és a finnországi Mikkeli több mint 40 éve, tavaly volt 40 éve létesített testvérvárosi kapcsolatot, és ezt követően alig egy év múlva megalakult a mindkét városban a magyar-finn, illetve finn-magyar baráti kör. Tehát a Békéscsabai magyar-finn baráti kör tényleg ez évben 40 éves, és úgy éreztük, hogy ne menjünk el szó nélkül se emellett, se a két város testvérvárosi kapcsolatainak kerekéfordulója, mert úgyhogy tavaly ősztől a lehetőségek függvényében kicsit aktívabbá igyekeztünk tenni a kör tevékenységét, nyitni jobban, tehát a békéscsabaiak környékenk lakói felé, fiatalok felé, és igyekeztük így megszervezni a programjainkat. Ugye nyitásról beszélt itt, és itt a műsor előtt szintén csak beszélgettünk arról, hogy mi az, ami talán a magyarokhoz képest, de nem biztos, hogy jó az összehasonlítási ala, amiben mindenképpen más például a finn nemzet, a finn nép, mint a magyarok. És itt szóba került az, hogy mennyivel boldogabbak, sok-sok felmérés tanúskodik erről. Most itt a nyitás kapcsán jutott erről eszembe, hogy ezek szerint nem nehéz velük felvenni a fonalat, megtalálni a pontokat. Úgy vélem, hogy nem. Bár a finnek természetüknél fogva zárkózottabbak, csendesebbek, de hát ez talán a ország földrajzi elhelyezkedéséből adódik is, hiszen ahol télen, délután 3-kor már sötét van, és délelőtt 9-10 körül kell fel a nap, vagy legalábbis lesz világos, ott az élet is más tempóban folyik. Ugyanakkor viszont számos olyan dolog alakult ki Finnországba, vagy olyat úgy csinálnak, amit ha nem is egy az egyben, de talán átvehetünk, vagy megnézhetünk, hogy hogyan tudnánk alkalmazni itt, szűke pátriánkban is. Kicsit a programokról, hogy részletesebben belemenve, az elmúlt évnek nagyjából a palettájáról szemezgethetnénk el. Így van, tavaly ősszel lett aktívabb a program. Például a finn oktatásról tartottunk egy fórumot, egy Finnországban dolgozó és tanító és tanuló ismerősünk segítségével. Meghívtuk Finnország korábbi budapesti nagykövetét, akit Szarvas Péter polgármester úr is fogadott. Nagy örömünkre elfogadta a meghívást. Azon kívül több olyan program is volt, ami, ha úgy vesszük, finn, egy kicsit észt is, hiszen Finnország kötődik Észtországhoz, például a startupok világáról egy Észtországban sikeressé vált magyar üzletember volt a vendégünk. Azon kívül talán kicsit kötetlenebb volt egy közíró, egy egykor Finnországban dolgozott diplomata barátunk, meg nyugdíjas Odze György író-olvasó találkozó, és nagyon sokoldalú ember, és rengeteget tud Finnországból, itt a megyei könyvtárban került erre sor. És folytattuk az idén is ezeket a programokat. Több olyan esemény volt, amit talán jobban ki tudtunk vinni az emberek közé. Például a korábbi Helsinki nagykövetünk, Urkuti György, az élhető városokról, a különböző finn innovációkról tartott egy rendkívül érdekes beszélgetést, de jelen voltunk itt a Juhannusz napon, ugye Juhannusz nap a leghosszabb nappal, június végén, ugye nálunk a múzeumik éjszakájával esik egybe, hogy igyekeztünk kicsit bemutatni magunkat, a játékosan finn nyelvórával, de akár olyan finn játékokkal is, amit az udvarokon lehet játszani. És hát most a nyár végén folytatjuk a programjainkat. Az ősszel alapvetően ezt a témakört vinnénk tovább, tehát az élhető város, a jó gyakorlatok átvétele, hívunk finn szakértőket ez ügyben, akik ezzel foglalkoznak, de lesz egy szauna témájú előadás is, mert hát látszólag a szauna, mintha szórakozás lenne, holott a finn életforma és egészségmegőrzésnek a szerves része, de gondolunk azokra is, akiket érdekelne a finn konyha, egészen más, mint amilyen, általában egészségesnek mondható, és az év végén pedig egy finn kis karácsony tartanánk, amire szintén várjuk majd a vendégeinket, és megfelelő módon fogjuk ezt reklámozni. Kicsit talán arra visszatérve, hogy
ami az élhetőség, az élhető város egyáltalán. Mi az, ami átültethető, hogy egy kicsit ebbe bele tudunk menni, már csak azért is, mert nyilvánvalóan más éghajlaton helyezkednek el ők, és mondjuk az egész berendezkedésük, vagy a gondolatiságok is, bár ön azt mondta, hogy egyébként zárkozottabbak, miközben boldogok is, mi meg azért akár a nyelvünkben is sok mindenben kötődünk, ugye a finnugorisztikába most nem mennék bele, de hát azért erről is sok mindent tudhatunk. Mi az, amit például Békés Csaba tanulni tud és átvehet a gyakorlatban? A természet közeliséget emelném ki. Tehát végül is, ha ránézzük a térképre, hogy mekkora ez az ország, és mekkora a lakossága, és mekkora területet fednek tavak, nem ezer tó, tízezer tó országáról van szó, hatalmas erdőségek vannak, jellemző a laza település szerkezet, dél-délnyugat Finnországban vannak úgymond a nagyvárosok, némelyik ugye Helsinki ismerte, de vagy 50-60 ezres nagyváros, az már nagynak számít. Tehát bent élnek az emberek a természetbe. Szinte mindenkinek van egy kis nyaralója, vagy házikója, rendszerint egy tóparton, vagy az erdőben. Tehát nem szakadtak el a természettől. És azt mondanám, hogy itt mi felénk, a békésiek sem szakadtak el a természettől. Ugye ismert dolgok, hogy a legjobb termőföld, de itt vannak Magyarországon, a legtöbb napsütéses óra, bár a 40 fokban ez kevésbé örömteli, de hogy legalábbis azt érzékeljük itt élve, hogy valahogy a mi régiónk nem szakadt el a természettől. A döntéshozók is láthatóan erre komolyabb figyelmet, ennek komolyabb figyelmet szentelnek, tehát ez egy nagyon fontos elem, hogy a természet megóvás, és mit tehet az egyes ember a természet megóvásáért. Például mi büszkék vagyunk, hogy mennyien kerékpároznak errefelé. Ez egy kiváló gyakorlat, és Finnországban is sokan kerékpároznak, más kérdés, hogy mínusz 20 fokban nyilván ez nem túljárható. Tehát lényegében az élet olyan apró dolgaiban a minőség javítása, ami nem kerül semmibe lényegében. Kis odafigyelésbe, természetközeliség, odafigyelés egymás és a kis közösségek szerepe. És azt hiszem, hogy talán, bár megbeszéltünk, hogy nem feltétlen ebbe az irányba megyünk el a mostani beszélgetésben, de azt hiszem, hogy azt talán mi is elmondhatjuk itt Békésben is, Magyarországon is, hogy a kis közösségek is, egyáltalán a közösségek mennyire fontosak, főleg a két év vagy másfél év Covid után, amikor mindettől, vagy mindezt nélkülöznünk kellett. Egy picit a jövőről beszéljünk még, hiszen ugye bár azt elmondta ön is, hogy a testvérvárosi kapcsolatnak ugye a 40. évfordulóját tavaly szeptemberben ünnepelték, de hát előre tekintve viszont idén decemberben lesz a Magyar Film Baráti Kör 40. születésnapja. Egészen pontosan milyen programok zajlnak majd? Tehát egyrészt lesz a Finn Kis Karácsony, az hagyományos, talán most kicsit ünnepélyesebb keretek között. Továbbá igyekszünk addig összegyűjteni, és ezt bekérünk bárkit, csabaiakat, vagy a környékbelieket, akik valaha valamilyen módon kapcsolódtak Finnországhoz. Hogy vannak-e emlékeik, akár tárgyi emlékek, fotók, mesélni valók, hogy esetleg osszák meg velünk, tehát a baráti körre jöjjenek el, lennénk kíváncsiak. Akkor pedig egy olyan aspektusra is kitérnénk, hogy a sportkapcsolatok, hiszen ugye egy sportolónő volt itt, erősítette a BRS-ét, Szalakarhó, akivel szintén találkoztunk tavaly, és Szigeti Csaba csoportvezető úr pedig hát a Városházára egyfajta megyei sporttörténész is, őt is vendégül látjuk majd, hogy kicsit meséljen a magyar-finn sportkapcsolatok, azon belül a mikkeli vonatkozásokról, hiszen sok meglepő dolog derülne így ki. Tehát ezekre koncentrálunk, tehát áttekinteni, hogy mi volt a 40 évben, hogyan haladhatunk tovább, és mondom, egy kis finn gasztronómiai rendezvényt tartanánk, akkor lenne ez a finn kis karácsony, ami nem zárt körül, meg fogjuk hirdetni, ez a sport témájú beszélgetés is ilyen lesz, és szóval próbáljuk elhelyezni magunkat ebben a 40 évben, mert most talán nem jönnek a kolbászfesztiválra Mikkeliből, de például volt, hogy egy mikkeli csapat idi gyúrt. Önnek ezt talán lehet, hogy a nézők nem tudják, vagy reméljük, hogy azért jó néhányan tudják, hogy azért ön diplomataként számos országban, és most nagyon slendriánul fogalmazva megfordult, de rengeteg nemzetnek talán ismeri jobban a kultúráját, mint mondjuk azt, mi itt elmondhatnánk magunkról. Arról beszéltünk már, hogy mi ennek látjuk, vagy a magyarok milyennek tartják a finneket. Fordítva, mi a tapasztalat? Én azt hiszem, változatlanul megvan egy jó indulatú érdeklődés a finnek részéről. Itt és nem úgy tekintik a finnugor rokonságot, mint valami genetikai dolog, hiszen szó nincs erről. A nyelvrokonság az viszont, aki egy kicsit már belement a finn nyelvbe, az tudja. Tehát egy, mondom, nagyon fontos, hogy egy nagyon jó indulatú érdeklődés van a finnek részéről. Talán a fiatalok részéről kevésbé, de hiszen máshogy kommunikálnak. Az idősebb korosztályok előszeretettel jönnek Magyarországra, például Baranya megy
megyében van egy kis település, Gereslak, ahol több tucat finn polgár vásárolt ingatlant, ott laknak, itt töltik a szabadidejüket, szeretik a gyógyfürdőket, a nyugalmat, a természet közeliséget, meg nekik ez egy kicsit icipicit egzotikus. Nem negatív értelemben, hanem ugye, hogy milyen jó meleg van, mennyire más a növényzet, szívesen jönnek ide. Nyitottak, érdeklődők, és nagyon jó indulatúak. Egy kicsit, hogyha még előrébb tudunk menni, illetve a következő évre akár, most itt a kiskarácsonyról, illetve az ünneplésről, a születésnapi ünnepségről, illetve az ezt övező programokról beszéltünk. Van esetleg már konkrétum 2023-ra, ami még így előttünk áll? Először is megkívánjuk őrizni az aktivitást. Ebben támogatást kapunk a Városházától. Például közelmúltban volt a testvérvárosi találkozó, Szarvas Péter polgármester úr meghívta a testvérvárosok vezetőit, oda is meghívást kaptuk, tehát van egy élő kapcsolat akár a mikkeli polgármesteri hivatallal is. Továbbá, amire próbálunk koncentrálni, tehát hogy nyitottak legyünk, a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a úgynevezett smart city, tehát a jól működő városok témáját. Nem biztos, hogy mi vagyunk a legjobb szakértői ennek, de talán megpróbáljuk lefordítani. Mindenki számára érthető, tehát erre koncentrálunk, és azért igyekszünk könnyedebb témákat is, mint mondtam, hogy a szauna, gasztronómia, illetve esetleg filmbemutatókat hozni. Szintén támogatást kapunk a Budapesti Finn Nagykövetségtől. Ez ügyben annak van egy külön intézménye, egy finn agóra, amelyik ezek pont ezt a tevékenységet támogatja, de nyilván tudjuk a helyünket, ismerjük a lehetőségeinket, de igyekszünk ezt kihasználni. Hát aki végignézi az elmúlt évnek akár csak ezt a palettáját, amiről itt beszélgettünk, azért talán megállapíthatja azt, hogy az aktivitással nincsen probléma. A továbbiakhoz pedig sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Lutek Zoltánnak köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt az Aktuális, kövessék műsorainkat a hit.tv-n, és olvassanak minket a behir.hu-n. Viszontlátásra.